Már megjelentek a tartományi mezőgazdasági titkárság pályázatai. A szerb haladó párt a polgárok 53,6%-os támogatottságát élvezi. Látogatási tilalom lépett életbe az egészségház szülészeti nőgyógyászati osztályán. Köszöntöm a kedves nézőket, Önök legújabb híradónkat látják. Topolya Község Fejlesztési Társulása, az Agrobusiness Club és a Topolyai Termelők Egyesülete már hagyományosan megszervezi az év kezdetén, majd igények szerint évközben is a gazdaszervezetek, mezőgazdasági termelőket tömörítő egyesületek képviselői számára azt a fórumot, melynek keretében a meghívott vendégeket tájékoztatják, a lehetőségekről, újdonságokról, illetve meghallgatják a gazdaszervezetek képviselői által megfogalmazott felvetéseket is. Ezúttal Ótott Róbert tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes, Fremond Árpád, a VMS köztársasági parlamenti képviselője, illetve a Szerb Képviselőház mezőgazdasági bizottságának alelnöke, valamint a községi tanács tagjai Szatmári Adrián, Ivanis Zoltán és Tomik Nimród voltak jelen. Szabó Szabados Szilviával, a Községi Fejlesztési Társulás szakmunkatársával beszélgetünk. Nézzük, hogy mi zajlik itt ma, és tulajdonképpen mi ennek a háttere és mi a célja. Az Agrobusiness Club 2005 óta létezik, ez a Topolya községbeli civil szervezeteket, amelyek mezőgazdasággal foglalkoznak, évente egyszer egy összejövetelre összehívja, ahol a helyi problémákat vitatjuk meg, amit aztán később a civil szervezetek a saját szervezeteikbe továbbadnak, esetleg ha vannak problémák, amik megoldásra szorulnak, vagy ha vannak kérdések, akkor ezekre próbálunk találni megoldásokat. Az első összejövetelt mindig mi hívjuk össze, de bármelyik civil szervezet, aki ennek tagja, összehívhatja az év során. Ezeket a, tehát ezt a gyűlést összehívhatja azért, hogyha esetleg probléma, gond adódik, akkor tudjunk reagálni. Volt erre már példa, 2016-17-ben a méhészek kérték ezt, hogy hívjuk össze. Erre most is nyitva áll a lehetőség. Minden olyan probléma, ami adódhat, azt így közösen próbáljuk megoldani. Valamint a civil szervezetek itt bemutatják a saját programjukat, és esetleg olyan rendezvényeket, amiket ők szerveznek, hogy minél nagyobb legyen a látogatottság, segítünk nekik ebben. Ótott Róbert a tartományi pályázati lehetőségekről beszélve elmondta, hogy ezúttal öntözőrendszerek, jégvédelmi hálók és fóliasátrak kiépítését, illetve hagyományőrző programok megszervezését is támogatja a tartományi mezőgazdasági titkárság. Itt van velünk Ótott Róbert, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes, és akkor nézzük, ugye ebben az évben már megjelentek a tartományi pályázatok, melyek a termelők rendelkezésére állnak. Így van, ez a tájékoztató körút azt is szolgálja, hogy ezekről a tartományi mezőgazdasági titkárság által kiírt pályázatokról a gazdákat, az érdeklődőket információkkal lássuk el. Itt olyan pályázatokról van szó elsősorban, amik már kiírásra kerültek, mint például az öntözőrendszerek kiépítése, felszerelése, a fóliás termelésnek a támogatása, a zöldség és gyümölcstermesztés támogatása, a jégvédelmi rendszereknek a kiépítése, a farmi felszereléseknek a támogatása, de meg lehet említeni ugyanúgy a már megjelent méhészek számára kiírandó támogatási vonalainkat, vagy a fiatalok startup támogatását, és nem csak ezekről lesz szó, hanem a további az év folyamán kiírásra kerülő aktuális pályázati vonalakról, gondolok itt akár a feldolgozó kapacitásoknak a kiépítésére, felszerelések beszerzésére, vagy például a borászok, vagy a pálinka készítők, vagy a kis hús és tejüzemek támogatására, de szó lesz az önkormányzatoknak kiírandó pályázatokról. Itt tudni kell, hogy évről évre a tartományi mezőgazdasági titkárság a határutak rendezésére, ivóvízhálózatok kiépítésére, felújítására, szennyvízhálózatok kiépítésére, vagy akár illegális szemétlerakók felszámolására ír ki évről évre pályázatokat, valamint még az öntözőrendszerek, vagyis az öntözőkanálisok tisztítására is
mezőgazdasági szakközépiskolák támogatására, úgyhogy ezekről az említett pályázatokról tájékoztatjuk ezeken a lakossági fórumokon az érdeklődőket és a gazdákat. Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője részletesen beszámolt arról, hogy mi várható, milyen intézkedéseket tervez a kormány köztársasági szinten foganatosítani már a közeljövőben. A szokásos évelei összejövetelét tartotta meg ez az úgynevezett Agrobusiness Club, és hát hallottunk számos pozitív fejleményről, illetve hát itt alkalom volt arra is, hogy a termelők, illetve a gazdákat tömörítő egyesületek képviselői a gondjaikat is ismertessék. Igen, fontos az, hogy találkozunk a mezőgazdasági termelőkkel, a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselői minden évben, ebben az évelei időszakban, a téli időszakban számos lakossági fórumon, illetve találkozón vesznek részt. Ezt az évet, ha úgy tetszik, akkor lehet, hogy Topolyán indítottuk, és az Ott Robert a tartományi lehetőségekről, én pedig az országos politikáról beszéltem, arról, hogy az elmúlt időszakban, hiszen most egy választási év elé nézünk, mit sikerült a koalíciós szerződésből, mit sikerült azokból a dolgokból megvalósítani, amelyet a Vajdasági Magyar Szövetség célként tűzött ki, politikailag, amit ugye megoldjon, illetve beszéltem arról, hogy milyen támogatások lesznek ebben az évben országos szinten, ami ugye a leginkább érdekli a mezőgazdasági termelőket. Nincs rózsás helyzetben a mezőgazdaság, ezt mindannyian megállapíthatjuk, és erről nyíltan és őszintén beszélhetünk. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban a VMS tisztségviselői mindent megtettek annak érdekében, hogy azokra az ügyekre, problémákra felhívják a figyelmet, illetve azokra az ügyekre, problémákra, amelyek jelen vannak, megoldást találjanak. És számos olyan lehetőség is van a mezőgazdasági termelők részére, amelyet ugye közösen a VMS a magyar kormánnyal tudott megalkotni, és ezzel is próbáljuk segíteni azt, hogy a mezőgazdasági termelők azok talpon maradjanak és kitartsanak. Ugye nem egyszerű a helyzet, viszont számos olyan terület van, amin sikerült előrelépést indítani, fontos az, hogy beindult az ipart, amely újabb lehetőséget biztosít a számukra, fontos az, hogy a kistermelői rendeltek meghozatalra kerültek, amely a mindennapi életükbe a termelőknek szerepet játszik, fontos az, hogy a külföldiek termőföldhöz jutása megnehezült, fontos az, hogy a kapcsolható eszközöket meg tudtuk oldani, fontos az, hogy a nyugdíjbiztosítás tekintetében vannak már komoly előrelépések és intézkedések és tervek a 2020-as évre, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a helyzeteket. Ezek mind-mind apró lépések, de mind-mind fontosak a mezőgazdasági termelők számára is. Tartományban fontos az, hogy minden évben, most az évben, talán egy picit korábban megnyíltak a pályázati lehetőségek, és hogy más újabb pályázati lehetőségek fognak megnyílni, különböző eszközök vásárlására, fejlesztésre, és bízunk benne, hogy ebben az évben is minél több termelő meg fogja majd találni magát ebben az egészben olyan szempontból, hogy ugye talál olyan pályázatot, ami majd esetleg el tud indulni. Az országos mezőgazdasági politikán belül az önkormányzatoknak viszonylag szűk a mozgástere, de tudjuk azt, hogy Topolya egy tipikusan mezőgazdasági jellegű térségnek mondható, és hát azt hiszem, hogy mégiscsak az önkormányzat egy sikeres mezőgazdasági politikát folytat már évekre visszamenőleg. Így van, a mezőgazdaság kiemelt szerepet kap Topolya községben. Tavaly évben több mint 14 millió dinár értékben osztottak ki támogatást, és több mint 700 termelő jelentkezett támogatásra. Ezek mind-mind olyan lehetőségek, amelyeket maguk a termelők kértek, és az érdekvédelmi egyesületeken keresztül jutottak el, gyakorlatilag jutottunk el oda közösen az önkormányzati vezetés és a termelők, hogy milyen támogatási vonalakat indítsanak el. Itt van biztosítás, van különböző költségeknek a megtérítése, de a lényeg az az, hogy ezek mind-mind népszerű intézkedések voltak, és népszerű intézkedések maradtak a mai napig is. Ezek nem köthetőek az országos, illetve a tartományi támogatásokhoz, ezek mind azok a pénzeszközök, amelyek az állami földek bérbeadásából befolyt összegek az önkormányzat számára. Természetesen ezek az összegek, ezek csökkenni fognak, hiszen mind több földet adnak vissza itt Topolya községben és a vagyon visszaszármaztatási folyamat keretében. Ez a VMS-nek egy nagy siker egyébként, hogy minél több jogos tulajdonoshoz visszakerülnek a termőföldek. Erre külön figyelmet fektettünk és élharcosai voltunk ennek a folyamatnak, és azt látom, hogy a termelők is megértőek, függetlenül, hogy egyre kevesebb és kevesebb az állami terület,
terület, ami állami kézben van itt Topolya községben. Azt látom, hogy pozitív a fogadtatása ennek, hiszen fontos az, hogy visszakerüljön ez a termőföld a jogos tulajdonosokhoz. Amire még figyelmet fektettünk, ez ugye a tanácsadás, illetve a pályázati rendszerekben ugye a segítése a mezőgazdasági termelőknek. Erre Topolya külön odafigyel. Nagyszerű pályázati íróink vannak, van egy falugazdászhálózat, amit működtetünk, tehát mi mindent meg fogunk tenni a jövőben is annak érdekében, hogy segítsünk a termelőknek. Nem sok község rendelkezik ilyen felkészült és jó falugazdászokkal, mint amilyennel a Topolya község rendelkezik. Fontos az, hogy a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége is jelen van, és az ő tanácsadóik is jelen vannak, illetve itt van a fejlesztési társulás, aminek szintén kiváló szakemberei vannak, meg egyéb más egyesületekben is vannak olyan személyek, akik foglalkoznak ezzel. Ez egy kiemelten fontos terület, hogy legyen mindig a termelőknek fordulni kihez, legyen mindig kitől segítséget kérni, ezt a szintet szeretnénk és ezt a munkát szeretnénk folytatni majd a jövőben is. Köszönöm. A szerb haladó párt január folyamán is megtartotta kifejezett előnyét, és a polgárok 53,6%-os támogatottságát élvezi, míg a Szövetség Szerbiáért támogatottsága jelentéktelen mértékben csökkent a decemberi adatokhoz viszonyítva. A szavazók 10,3%-a szavazna rá. Derült ki a Blitz és a Faktor Plusz ügynökség közösen végzett legutóbbi felméréséből. A szerbiai szocialista párt áll a harmadik helyen 9,5%. A közvélemény kutatás szerint az Alexander Šapić vezette Szerb Patrióta Szövetség az előző hónapokhoz hasonlóan 4,3%-ot szerzett, míg a Szabad Polgárok Mozgalma és a Modern Szerbia párt koalíciója a szavazatok 6%-át kapná. A szerbiai Egyesült Nyugdíjas Párt a szavazók 3,6%-a támogatja, a Szerb Radikális Pártot pedig a 3,3%-a. A Metla 2020 mozgalom a polgárok 2,4%-os támogatását élvezi. Az 1 az 5 millióból mozgalom, amely nemrég döntött úgy, hogy a bojkott helyett mégis részt vesz majd a választásokon, egyelőre nem rendelkezik jelentősebb szavazóbázissal a felmérés szerint. A Topolyai dr. Hadzsi János egészségház értesítése szerint 2020. február 5-től látogatási tilalom lépett életbe az intézmény szülészeti nőgyógyászati osztályán. A látogatási tilalmat a szezon jellegű influenzában megbetegedettek megnövekedett száma miatt vezették be, a fertőzés tovább terjedésének megelőzése céljából. Január 31-től tilos a betegek látogatása a szabadkai közkórházban is. Az intézkedéssel azt próbálják megelőzni, hogy a látogatók a vírust bevigyék a kórtermekbe, a legyengült szervezetű betegeket ugyanis a kór sokkal jobban megviselheti. Az intézkedés annak visszavonásáig lesz érvénybe Topolyán és Szabadkán is. Február 22-én szombaton tartják Bajsán a Prélót. 9 órakor nyitják meg a rendezvényt az iskola tornatermében, valamint felvonulnak majd a résztvevők is ekkor. 9 óra 20 perckor a művelődési műsor veszi kezdetét, majd 10 órakor a reggeli következik. Az ügyességi vetélkedők a tervek szerint 10:30-kor kezdődnek, 13 órakor kerül majd sor az eredményhirdetésre, amit természetesen ezután közös ebéd és barátkozás követ. A Topolyai téli esték rendezvény sorozat következő előadására február 11-én kedden 18 órától kerül majd sor a Művelődési Ház kiállító termében. Pece Vukajlovics Natália, lesz-e elég vízünk, mit mondanak a pókok című előadását hallgathatják meg az érdeklődők. A részvétel természetesen ingyenes. A Mara Amatőr Színház február 9-én vasárnap 19 órától ismét előadja Topolyán a Pályinkás János című legújabb darabját, melyet Molnár Róbert rendezett. Az előadásra a Topolyai Művelődési Ház színház termében kerül majd sor, a belépő 150 dinárba kerül, és helyeket foglalni lehet még a Művelődési Ház irodájában személyesen, vagy hívják a 713-515-ös telefonszámot. Vanyur Gabriella, a Topolyai Vállalkozók Általános Egyesületének a titkára Híradónknak elmondta, hogy hamarosan sor kerül a már nagy hagyományokkal rendelkező vállalkozók báljára.
Műsorunk vendége Vanyúr Gabriella, a Topolyai Vállalkozók Általános Egyesületének a titkára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Minden évben megszervezik az úgynevezett vállalkozók bálját, és hát nem lesz ez másképpen az idén sem. Február 29-én szervezzük meg az idén, az idei évben a tradicionális vállalkozók, hagyományokkal rendelkező vállalkozók bálját. Az idén is a Gurman étteremben lesz a bál megszervezve, 1000 dinára belépő, és a jó hangulatról a Becsei, illetve a Török Becsei Újfiúk együttes fog gondoskodni. Nagyon fontos elmondanunk, hogy minden évben törekszünk arra, hogy legalább annyi tombola ajándék legyen, ahány résztvevője van a bálnak, és ez az idén is így lesz. Topolyai, illetve környékbeli, sőt külföldi vállalkozók is tettek már fel ajánlásokat a tombola ajándékait illetően. Nagyon szép fődíjaink vannak minden évben, illetve a topolyai vállalkozók is kihasználják ezt az alkalmat is, hiszen ez egyben reklámot is jelent az ő számukra. És hát valószínű, hogy ebben az évben is a jó hangulatból nem lesz majd hiány. Ki az, aki a jó hangulatról gondoskodik még a vállalkozók bálján? A Török Becsei és Becsei Újfiúk együttesen kívül a szervezők gondoskodnak a jó hangulatról. Lesznek meglepetések is, ami talán most már mondhatni, hogy talán nem is meglepetés. Ugye a Vállalkozók Egyesületének igazgatóbizottsága minden évben döntést hoz arról, hogy kik legyenek azok a díjazott vállalkozók, akiket diplomával, illetve egy ajándékkal jutalmazunk meg a vállalkozók báján. Az idén is lesz egy fiatal vállalkozó, ugye, aki 2019-ben kezdte el a tevékenységének végzését, valamint egy már hagyományokkal, sok éves tapasztalattal és sikerrel rendelkező vállalkozó. Azt nem mondom meg, hogy kik lesznek, ez meglepetés lesz az ő számukra is. Azt viszont el tudjuk mondani, hogy a tavalyi bálon kik kapták ezeket a rangos elismeréseket? A tavalyi bálon a 2018-ban megalapított Delfino nevű vállalkozó kapta, aki Moravicán végzi a tevékenységét, és nagyon sikeresen azóta már egy új, nagyobb, szebb helyre is költözött, valamint a Tóth György Optika, aki már több mint 30 éve végzi ugyanazt a tevékenységet egy családi vállalkozáson keresztül, és a továbbiakban is sikeresen folytatja a tevékenységét. Kíváncsian várjuk, hogy kik lesznek az idei, illetve hát a mögöttünk álló évre vonatkozóan a díjazott vállalkozók. Vanyúr Gabriellának pedig köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta. Köszönöm szépen! A Topolcsánka kosarazó lányai számára a bajnokság február 1-től folytatódott, csapatunk azonban az első tavaszi fordulóban erőnyerő volt, így készülhetnek a február 15-én esedékes mérkőzésre, amikor az ellenfél hazai pályán a bács-palánkai Delfin csapata lesz. A Topolcsánka a női szerb első kosárlabdaliga táblázatán az első helyet foglalja el. Eddigi mérlege 6 győzelem és mindössze 1 vereség. A Dunacsébi Cselarevo ellen maradt csak alul a topolyai gárda, a Cselarevo jelenleg második a tabellán. Híradónk végén az időjárásról. Pénteken még többször megnövekszik majd a felhőzet, néhol kisebb eső, zápor, helyenként havas eső, hózápor is kialakulhat. A szél még élénk, időnként erős marad. Az enyhébb hajnalt követően a kora délutáni órákban 3 és 9 fok közötti értékekre készülhetünk. Szombaton sok lesz a napsütés, és száraz idő ígérkezik, tehát megszűnik a csapadékhajlam. A déli, délkeleti szél helyenként élénk, néhol továbbra is erős lehet. Hajnalban 0 és mínusz 10 közötti értékekre készülhetünk, nappal 7 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála. Vasárnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, legfeljebb a Dunántúl fölé sodródhatnak fátyol felhők, de csapadék sehol sem várható. A délies szelet helyenként kísérhetik élénk lökések. Hajnalban mínusz 10 és mínusz 1, napközben 5 és 12 fok közötti
értékekre számíthatunk. Hétfőtől ismét változékonnyá, szelessé válik időjárásunk. Kedves nézőink, önök legújabb híradónkat látták, nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az önök idegen csak megtisztelő figyelmét. További jó tévézést kívánunk önöknek, a viszontlátásra!